Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Rendhagyó módon hoztam egy slide-sort, amin mondjuk úgy, hogy a köznevelés stratégiai irányainak néhány kulcs témája szerepel, viszont akik ismernek, jól tudják, hogy kevésbé tudok kötött szöveg mellett beszélni, sokkal inkább szeretem a felvetített információ mellé azt a töbletet elmondani, ami szükséges ahhoz, hogy valamilyen kontextusba helyezzük. Az első és legfontosabb kérdés az, és hogyha megengedik, akkor nem tudom, mennyire jól láthatóak ezek a kiírások, hogy a 21. század iskolája fel tudja-e venni a versenyt azokkal a kérdésekkel, és azokra a problémákra valós választ tud-e adni, amelyek társadalompolitikai kérdésként minden nap jelen vannak. Néhány dolgot nem a szlájdról ismételnék vissza, hiszen azok egyértelműek, és itt mind a bevezetőben, mind a tegnapi nap tematikájában valamennyi téma előjött. Nézzük meg inkább azt, hogy vannak-e olyan átfogó célok és átfogó helyzetek, amelyekre a szlájdon felsoroltak felett, tehát amelyek mondjuk úgy, hogy tartalmát tekintve oktatási, nevelési feladatokként jeleníthetőek meg, amelyeket egyszerre és egyidejűleg kell egyébként tartalmi célként kezelni. A mi álláspontunk az az, hogy van két ilyen kísérő, három ilyen kísérő jelenség, amelyre a mai oktatási rendszereknek mondjuk úgy, hogy jó választ kell keresni, és lehetőleg mi hamarabb jó választ kell adni. Az egyik ilyen kérdés az a szakmaszerzéshez vezető úton a végzettség nélküli iskola elhagyás, az Európai Unióban kedveltebb szakkifejezéssel alkalmazott lemorzsolódásnak a kérdése. Ez egy jelenlévő társadalmi probléma. Azt gondolom, hogy ez az egyik alapvető pont, ahonnan el kell, hogy tudjon mozdulni a magyar iskola rendszer és a magyar iskola ügy. A másik nyilván kettő mindig együtt kezelt fogalom, legalábbis szerintünk együtt kezelendő fogalom, még akkor is, hogyha a két végét kezeli a köznevelés szereplőinek. Az egyik az esélyteremtő jellegének a fokozása, erősítése a köznevelési intézményrendszernek. Nyilván itt nem kifejezetten, sőt, hogyha szabad azt mondanom, nem feltétlenül a szociális hátrányok leküzdésére kell elsősorban gondolni, de nyilván a társadalom adta probléma térkép ezt tekinti az első megoldandó, mondjuk úgy, hogy hátrány problémának. Ezzel együtt kezelendő kérdés az pedig a tehetséggondozás, vagy a tehetségsegítésnek a kérdésköre. Ez a szlájdokon vissza fog majd a végén köszönni, de mégis azt gondolom, hogy ezt a hármat így együtt ki kellett emeljem, mert ez fedi le azt a teljes körű népességet, amelyet iskolai tanulóknak, vagy a tanítandó generációknak tudunk tekinteni, egyébként 3 évestől gyakorlatilag a felsőoktatási korosztályig. Nem differenciálnám ezeket a problémákat az iskolai szinteknek megfelelően, hanem nézzük meg azt, hogy ezek a problémák hogyan orvosolhatóak, vagy mi az, ami mondjuk úgy, hogy a jelen konferencia tárgya szerinti tartalom, azaz a digitális kompetenciák jelenléte vagy nem jelenléte a magyar köznevelésben, hogyan tud megjelenni ezeknek a problémáknak a kezelésénél. Ha egy klikkes intézmény honlapjáról vettük ezt az idézetet, azért tartom ott tovább a következő szlájd előtt, hogy ezt azért javasolom elolvasásra. Ez nem egy alternatív pedagógiai módszerrel dolgozó iskola, hanem egy önkormányzattól átvett állami fenntartásba került iskola, mondjuk úgy, hogy küldetéstudat és küldetésnyilatkozatának egy része. És azért választottuk ezt, mert ez előre vetíti, vagy előre mutatja, hogy mit gondolunk mi arról, hogy az oktatással szembeni elvárásokra hogyan és milyen módon kell választ adni. És mivel tényleg nem a szlájdokról fogok szorosan beszélni, ezért és jó magam csak-csak a szakpolitika képviselőjeként is jelen vagyok, az az informatikai kiáltvány, vagy informatikusok által összeállított kiáltvány, amely a digitális kompetenciák és az oktatás irányába elvárásként a napokban az elmúlt héten megjelent. Örömmel tapasztaltam, hogy a diagnózis, ez az örömmel tapasztaltam, ez mindjárt meg fogják érteni, hogy miért tapasztaltam örömmel. Annak ellenére, hogy problémákat diagnosztizálnak az informatikus szakma képviselői és társadalmi szervezetei. Nagyjából 3 ponton
nagyon egy az álláspontunk, és egyként képzeljük el a jövő fejlesztési területeit. Az egyik az a pedagógus képzésben és továbbképzésben rejlő problémája az informatikai és informatikai ismeretek és módszertanok kérdésének, és talán még a diagnózisunk is egybeesik, ezen dolgoztunk az elmúlt esztendőben a fejlesztésért felelős helyettes államtitkár asszonnyal, miszerint a 2007-ben elindított uniós források az oktatás területére nem úgy érkeztek célba a digitális tartalmak, a digitális tananyag, a digitális tudásfejlesztés és a digitális módszertanok tekintetében, ahogy ez ilyen mértékű uniós forrás elosztásból mondjuk elvárható lett volna. Eszközközpontú volt, bocsánat, a fejlesztés. Ugyanakkor jól látható, hogy mind az európai, mind pedig a világtrendek egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a digitális módszertant, digitális tananyagot és az ehhez szükséges kompetenciákat erősítő közös tudásbázis kell, hogy elérhető legyen. Abban is hátrányban vagyunk, ebben is egyetértünk, hogy a digitális tananyagfejlesztés nem haladt olyan ütemben, mint amilyen ütemben ezt az informatikai világ haladása diktálná. Így azt gondolom, hogy ebben már történt is döntés, és már történt is előrelépés. Azért az idő, amit be kell hoznunk, az egyrészt nagy. A hiány, amit pótolnunk kell, és az űr az szintén nagy, az időben pedig egyáltalán nem áll segítségünkre, vagy nem áll be mögénk az a fejlődési íram, amit az informatikai szektor ugyanakkor ezzel párhuzamosan produkál, de talán tényszerűen, tárgyszerűen azt el tudom mondani, hogy már az új fejlesztésű tankönyvekhez, a kerettantervekhez illeszkedő tankönyvekben, és az azokat segítő felhasználó alkalmazásokban a szeptembertől vagy az ősszel a tanév kezdetével induló köznevelési portál már olyan digitális tartalmakat fog tartalmazni, amely a tananyag feldolgozásánál a munkáltatási formákat, feladattípusokat elérhetővé teszi. Azt gondolom, hogy ez már egy a korábbi évtizedek digitális tartalmak és digitális módszertanok elérhetőségében egy picit hiánymezőt mutató területet talán be fogja tölteni, illetve nyilván itt sem felejthetjük el azt, hogy ez az a terület, ahol folyamatos fejlesztésre van szükség, és folyamatosan ezeket a tartalmakat nem csak megújítani, hanem egy ütemben az informatika fejlődésével, ha lehet, akkor fejleszteni szükséges. Most próbálok már tovább lépni. Ezen a szlájdon be fog csúszni szépen mindazok a fontosabb és mindazok a kiemelkedő kulcspontok, amelyekre építjük az elmúlt esztendők megerősítése, intézményi keretek átalakítását követően a köznevelés tartalmi keretrendszerének az elkövetkezendő esztendeit. Tehát próbálunk már az intézményrendszer átszervezése, fenntartói struktúra, problématérképek elkészítése, hátránypontok elemzése és a beavatkozási pontok felmérése mentén. Ezek az eszközök azok, amelyekről úgy gondoljuk, hogy alkalmasak arra, hogy a tartalom megerősítés mellett az elején említett területeket, esélyteremtés, felzárkózás segítés, tehetségsegítés és végzettség nélküli iskola elhagyás elleni küzdelemben módszertanilag és intézményi keretek között egy jól instruált intézményi rendszerben, ehhez kellett a Klebensberg Intézmény Fenntartó Központ, mint fenntartói keretrendszer, jó időben és jól tudunk beavatkozni. Ha tovább lépünk, akkor azt is látjuk, hogy nem véletlen, és tényleg hadd köszönjem meg ehelyütt is a szervezőknek, hogy az oktatás kiemelt terület. Nem akarom sem visszaidézni, sem újra lapozni az előző napok, illetve a megjelent kutatások előadásait, vagy összegzéseit, hiszen pontosan tudjuk azt, hogy az iskola versenyképessége nem csak az informatika és a digitális kompetenciák területén, de mindenütt meghatározó. Éppen ezért a fejlesztési stratégiában itt is, ha szabad, akkor nem olvasnám végig, de látható az, hogy egy módszertani kultúra, ha úgy tetszik, paradigmaváltás előtt állunk, amelyiknek egyik bázisa pontosan a digitális kompetenciák, mint tanuló, mint pedig tanár oldali megerősítése és ráképzés, pedagógusok fejlesztése, taneszköz és felzárkózás támogatás mellett innováció és tehetség támogatás. Utaltam már arra, hogy
ismerjük sajnos azokat az adatokat is, annak ellenére, hogy eszközközpontú volt a 2007-ben elindult forráselosztás, mégis arról kell számot adni, hogy az iskolarendszerekben, az iskolákban lévő informatikai eszközök, szoftverek, és nem csak a szoftverek, hanem minden oktatássegítő eszköz, de van egy fontos kérdés, amiről ma nem fogok beszélni, de számunkra a fejlesztés területén legalább ilyen fontos, ez az oktatási folyamatot kísérő tanügyi adminisztrációnak a megerősítése informatikailag, digitálisan. Ez adatbiztonságtól kezdve sok rendszer szintű kérdés fel, mert ez egy másik ág, amit csak megemlítem, hogy a fejünkben és a gondolkodásunkban együttesen van jelen a tanórai, mondjuk úgy, hogy digitális kompetenciáknak a kérdésével egyidejűleg, mert enélkül nem lehet jól működő és gyorsan reagáló iskolai folyamatokat irányítani és kezelni. Tehát visszakanyarodva az első mondathoz, az informatikai eszközöknek a felmérése, állapota szükségessé tesz egy informatikai eszközfejlesztést, de hadd mondjam azt, hogy a hangsúly mégis a módszertani és a digitális módszertani fejlesztésen van. Vannak mondjuk úgy, hogy fizikai vagy objektív feltételek, amelyek tekintetében ezen kormányzati ciklus idején, illetve a 2010-14-esben történt előrelépés. Ilyen például a szélessávú internet elérhetősége, nyilván erről Kara Ákos kollégám az elmúlt napi előadásában beszélt. Tehát az is látható, hogy nem csak az oktatás mögött, és nem csak közigazgatás, közszolgáltatások, mondjuk úgy, hogy digitalizálása mögött van összkormányzati akarat, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, NGM és minden érintett szaktárca tudja képviselni a benne rejlő lehetőséget és azt a célt, ami a fejlesztés által elérhető. Tehát elindult a szélessávú internet kiterjesztésének programja. Azt gondolom, hogy fontos, hogy minden iskolában elérhető szélessávú internet legyen ahhoz, hogy azokat a módszereket, eszközöket, informatikai bázisokat alkalmazni, kezelni tudjuk tanórán és tanügyi adminisztráció tekintetében egyaránt. Az oktatás politikai irányait nem ismételem, erre utaltam az elején a bevezetőben. Mindösszességében van még néhány probléma, ami a mondjuk úgy, hogy felhívásban vagy kiáltványban a digitális oktatás megújításának tervében az elmúlt napokban megjelent. Szeretek aktualizálni, mert az az öröm, hogy a problémákat azonos módon tudjuk definiálni, azonos a problématérképünk az oktatásról a digitális oktatás módszertan fejlesztés tekintetében, ami azt jelenti, hogy alkalmas ponton vagyunk az együttműködés megkezdéséhez, mert a célban mindnyájan egyetértünk, így azokat az eszközöket kell a közös tudás alapján összerakni és oda tenni az iskolához és az iskola rendszerhez, amely mind a tanulói munka, tanulói eredményesség segítésére alkalmas, mint pedig a tanári munka eredményességének és az órai munka eredményességének a növelésére alkalmas. Hasonlóan látjuk a digitális szövegértés hiányának a problémáját is. Ez messzebb menő kérdés, mint maga a digitális kompetencia egy területe vagy részterülete. Azért, ha megengedik, ez szoros összefüggésben van az alapkompetenciák kérdéskörével, amelyről most folyik egy mondjuk úgy, hogy beszélgetés, ami egy iskola szerkezeti beavatkozásnak a lehetőségét veti fel, ami az iskola szerkezetet érinti, ez az ominózus 9 év folyamos vita. Én úgy gondolom, hogy ez egy szoros, összefüggő gondolkodás kell, hogy legyen, mert a digitális szövegértés, digitális kompetenciák alapját az egyéb alapkompetenciák erőssége tudja meghatározni. Így nem csak a probléma térképünk, hanem az ebben a kiáltványban vagy felhívásban megfogalmazott célterület is azonos, még akkor is, hogyha tárgyi vitáink a jelenlévő szereplők jelentős részével vannak, hiszen mind a kerettanterv kérdése felmerül, és helyettes államtitkárasszony és az államtitkárság folyamatosan egyeztete tekintetben, mind pedig a tankönyvek digitalizálásának és a tankönyvek tartalmi kérdéseinek az ügye is napirenden van. Tehát azt gondolom, hogy a mai nap a mi számunkra azért fontos, mert azt tudjuk bemutatni, részint helyettes államtitkárasszony, részint ennek a, inkább hadd mondjam azt, hogy gondolatébresztő bevezető előadásnak a segítségével, hogy mivel a problémákat azonos szemszögből és azonos módon látjuk,
a diagnózis erről a kérdésről, ami önöket szakma szerint a leginkább érzékenyen érinti, azt is vagyok bátor mondani, hogy nagy mértékben azonos. A fejlesztési irányok tekintetében érzékeltettem, hogy a kijelölt köznevelési fejlesztés az erősen a digitális kompetencia fejlesztésére is helyezi a hangsúlyt. Az előbb említett iskolai funkciók és az iskola szerepkörének megerősítése, mint hátránykompenzáció, felzárkózás politika, esélyteremtés, tehetséggondozás mentén. Én azt gondolom, hogy jó alkalom arra, hogy ez egy olyan szakmai egyeztetést tudjon a folyamatban megerősíteni, ami a célhoz vezető úton a megfelelő szakmai kompromisszumok és szakmai egyezőségek mentén mindnyájunk számára az iskolarendszer megerősítését tudja következményül maga mögött hagyni. Ami még talán kiemelendő és fontos terület, mint oktatáspolitikai irány vagy oktatáspolitikai célrendszer, és ezt is engedjék meg egy picit kritikusabb hangon megfogalmazni, azt gondolom, hogy az már egy nagyon jó bázisa volt, vagy nagyon jó elinduló pontja volt annak a fajta fejlesztési irány megalkotásának, amelyet 2014-ben, mint a társadalom politikai célokat megerősítő köznevelési intézményrendszer megkezdtünk, hogy tudunk mind a fenntartói szervezet átalakítása után, mind pedig az új tartalmi minőségi és értékközpontú köznevelési törvénynek a változtatását követően, vagy elfogadását követően tényleg tartalmi minőségi irányokba megindulni és a fejlesztéseket oda irányítani, és egy iskolában, egy tanuló esetében, egy diák esetében nem egyéb körülmények határozzák meg az esélyteremtés feltételeit, a tehetséggondozás feltételeit, vagy egyáltalán az iskolai környezet, az iskolai körülmények feltételeit. Ez egy fontos pont, és a másik fontos pont, amelyet pedig nagy örömmel és nagy megnyugvással tapasztaltam szakmai konferenciákon és informatikai kiállításokon, nyilván utalok arra, hogy jártam a BET londoni informatikai digitális oktatás segítő kiállításán, ami egyöntetően azt mutatta, hogy az informatikai piac és fejlesztés szereplői a módszertan és a tudástámogató irányt vették fel, trendváltás történt, mint ahogy ez a felhívásban is szerepel, és kevésbé bázisértékű már az eszköz központú digitalizáció a köznevelés megtámogatása tekintetében. Itt van az a közös pont, amelyen el tudunk, és azt gondolom, hogy a jövőt érintően el is kell indulnunk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!